Orvos fizetések. Tévhit az alacsony bérezés a szakemberek szerint, diákokat tájékoztattak a lehetőségekről. Áremelés. 30%-kal is drágulhat a disznóhús ebben a hónapban, állítja a Húsiparosok Egyesülete. Magyarság történelem. Először szervez tantárgyversenyt a minisztérium, nagy érdeklődés volt a megyei szakaszon. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Két új minisztert tettem alá a hivatali esküt a Cotroceni palotában. Graciela Gavrilescu a környezetvédelmi miniszteri és a miniszterelnök helyettesi tisztséget tölti be, helyette pedig a parlamenttel való kapcsolattartásért felelős tárca élére Viorel Ilié kerül. A két miniszteri javaslatot már múlt hétfőn elküldte az államfőnek Szorin Grindjánu miniszterelnök. Klaus Johannis ma írta alá a kinevezéseket. A minisztercserékre azért volt szükség, mert az ALDE megvonta a támogatást társelnökétől, a környezetvédelmi miniszteri tisztséget betöltött Daniel Konstantintól. Előfordulhat, hogy az államfőnek a közeljövőben lesz még hasonló feladata. Livio Dragnea PCD elnök ugyanis kijelentette, hamarosan felülvizsgálják a kormány tevékenységét és esetleges cserékről is szó lehet. Összefognak a román nacionalisták és pártszövetséget hoznak létre, jelentette be hétvégén a magyar ellenességéről elhíresült Bogdan Diákónu. A szövetség neve Nemzeti Identitás Európában tömb, vagyis rövidítve BINE lesz. Alkotói az Egységes Románia Párt, a Nagy Románia Párt és az Új Jobboldal Párt. Az alapításról szóló szerződést ezen a héten nyújtják be a törvényszékre. A BINE célja az alapítók szerint az, hogy véget vessen a nacionalisták közötti eddigi megosztottságnak és széthúzásnak. Azt tervezik, hogy együtt vesznek részt a helyi, a parlamenti és az európai parlamenti választásokon. Alacsonyak a bérek az egészségügyben, ezt gondolja a legtöbb végzős hallgató, amikor arról dönt, hogy elhagyja az országot. A valóság azonban mást mutat, állítják a szakértők. Az elmúlt másfél év béremeléseinek következtében európai szinten is jelentős bért kapnak készhez egyes szakorvosok. Ezek az orvos tanhallgatók egy interaktív előadáson vesznek részt, melynek témája a román egészségügy, azon belül is a bérezés kérdése. Felvezetésképpen minden résztvevő három olyan területet kell megjelöljön, amellyel szerinte gond van a rendszeren belül. Ezt követően Lorenzovics László egészségügyi menedzser a tévhiteket cáfolja meg. Az a véleményem, hogy úgy döntenek, úgy hoznak döntést a karrierjükben, hogy nem tudják, hogy mi van a román egészségügyben, és valahol egy divat lett az, hogy fogjuk a csomagunkat és eltűzünk innen. És annélkül, hogy szépítenénk a romániai helyzetet, objektíven számokkal alátámasztva már három éve a diákokat tájékoztatom arról, hogy mi van, mi a trend, mi lesz, és miért érdemes maradni, és esetleg miért nem. Az egészségügyi menedzser azt mondja, sorrendben a patológusok, radiológusok, az intenzív és a klinikai orvosok keresnek a legtöbbet. Egyes orvosok fizetése meghaladja a 20 ezer lejt. Ugyanakkor egy 3-5 éves gyakorlattal rendelkező orvos is keresett 10 ezer lej fölött, hogyha bevállal ügyeletet. Az orvostanhallgatók szerint azonban nem ennyire egyértelműen pozitív a kép, tekintve a képzés időtartamát. Más szakosodásokhoz képest például, hogy vannak nekem programozó ismerőseim, akikkel együtt végeztem a liceumban, szerintem sokkal jobban keresnek, mint én kezdő rezidens, vagy akár szakorvos leszek 11 év felső képzés után, szerintem lehetnének jobbak is a fizetések. Az orvostanhallgatókat az itthon maradás választásában még számos bizonytalanság eltántoríthatja. Szakértők szerint az egységes bértábla egyik következménye lesz a magas bérek progresszív adózása. Nyílt levélben kéri 100 erdélyi magyar egyetemi oktató, kutató és véleményformáló Balogh Zoltán minisztert, hogy vonja vissza a közép-európai egyetem működését veszélyeztető törvénymódosítási javaslatot. Az aláírók emlékeztetik a magyar kormány emberi erőforrások miniszterét, hogy több évszázados hagyománya van annak, hogy erdélyi diákok hazaviszik szülőföldjükre a nyugati egyetemeken szerzett tudásukat. Tegnap délután Kolozsváron a magyar konzulátus előtt több tucatnyian fejezték ki szolidaritásukat a felső
oktatási intézmény mellett. A magyar kormány javaslata értelmében ugyanis az európai gazdasági térségen kívüli felsőoktatási intézmények csak is akkor folytathatnak oklevelet adó tevékenységet, ha nemzetközi szerződés van működésük elvi támogatásáról. A Lex CEU tárgyalását és szavazását már kedden megtartanák. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes ugyanis kivételes eljárást kért a felsőoktatási törvény módosításáról. Olá Emesét jelöli az alpolgármesteri tisztségre az RMDS kolozsvári szervezete a keddi tanácsülésen. Erről egyhangúan döntött a helyi szervezet, ezt az RMDS megyei állandó tanácsa is jóvá hagyta. A 35 éves jogász végzettséggel rendelkező Olá Emese 2012 óta tagja a kolozsvári önkormányzati testületnek, amelyben az RMDS 5 mandátummal rendelkezik. A többséget a Nemzeti Liberális Párt alkotja 17 önkormányzati képviselővel. Kolozsváron azért van szükség új alpolgármesterre, mert a március 21-i tanácsülésen Horváth Anna lemondott a tisztségről. A korrupció ellenes ügyészség ugyanis másodszor is meghosszabbította ellene a hatósági felügyeletet. Hivatali teendőit egyébként 2016. októbere óta nem tudta ellátni az ellene hozott kényszerintézkedés miatt. Idén először szervezett tantárgyversenyt magyarság történelemből a tanügyminisztérium. A megyei szakaszokat egységesen a hétvégén szervezték, az országos döntő április végén lesz. A vetélkedőn hatodikosok és hetedikesek vehettek részt, számukra a törzsanyag részét képezi a romániai magyar kisebbség történelme és hagyományai tantárgy. Maros megyében annak ellenére is sokan jelentkeztek, hogy először szervezhettek ilyen versenyt. A gyerekek, én úgy érzem, hogy készültek erre a vizsgára, szeretik, és amit megjegyeznék, hogy ez egy csapatverseny, tehát a legtöbb olimpia az egyéni verseny. Itt az elképzelés az volt, hogy csapatversenyként kettő fővel működjön, ami elősegít a gyerekek között is az együttműködést, tehát egymást kell segítség lényegében. A versenyen 60 csapat vett részt, a hatodikosok a magyarság őstörténetétől a tatárjárásig, míg a hetedikesek a fejedelemség korától az újkorig terjedő időszakból kapták a versenytételt. A tanulók élményekkel jöttek ki a versenyről. Szerintem tök jó, mert hát ezzel motiváljuk ugye a gyerekeket is, hogy egy kicsit többet tudjanak meg magyarságtanulásban, meg azért mégiscsak a te múltadról, meg történelmedről van szó, szóval ezt azért jó tudni. Jó kis feladatok voltak, elég nehezek is, meg sok évszám volt, de szerintem jól sikerült nekünk. A tantárgyverseny országos szakaszát április 20 és 22-e között szervezik Csíkszeredában. Akár 30%-kal drágulhat ettől a hónaptól a sertéshús Romániában, erre figyelmeztet a Román Húsiparosok Egyesülete. Nem kaptak állami támogatást, sokat fektettek be, és így nyereségesebbé vált a romániai disznótenyésztőknek az export. Éppen ezért a hazai piac sertéshiánnyal küszködik. Ez abból is meglátszik, hogy csak tavaly 200 ezer tonna sertéshúst importált Románia, mondja Petre Daia, mezőgazdasági miniszter. Nem kaptak támogatást, nehézségekkel küzdöttek, hiszen ez a tevékenység nagyon sok pénzbe kerül, főként egy tisztességtelen versenypiacon. Ők mindig veszítettek. A veszteségek miatt arra kényszerültek nagyon sokan, hogy csökkentsék állományaikat, vagy bezárják farmjaikat. Emiatt az országba beáramlott az importhús. Lényegében Romániában az elfogyasztott mennyiség 50%-a importból származik. Mivel azonban a külföldről származó sertéshús is drágult, a hazai piacon is áremelésre számíthatunk. Másképp nem éri meg, mondja a híradónk által megkérdezett állattenyésztő. Jelenleg ár nem tartató semmiképpen, mert nagyon kicsi, 4 és 5 lej kilogrammonként élősúlyba, és nem kifizethető. Úgy a gabona, meg a munkálat nem kifizethető. Most jelen pillanatban külföldről hoznak be sertéshúst, és akkor az állam valamit kéne csináljon, hogy a termelőt is segíje. Becslések szerint áprilisban fokozatosan 15-30%-kal lesz drágább a sertéshús élősúlyban, a felvágottak pedig 12%-kal. Gyújtogatás Gyergyószent Miklóson és fizikai csodák Kolozsváron. Nézzük a folytatást. Önbíráskodás. Romaházat gyűjtöttek fel Gyergyószent Miklóson. A városvezetés szerint régóta tart a lakosok közötti konfliktus. Kísérlet szombat, látványos fizikai jelenségek és meghökkentő reakciók Kolozsváron.
Szándékos gyújtogatás történt Gyergyószent Miklóson, ezért égett le egy roma család háza. A hatóságok gyanúja szerint önbíráskodás történt. Kigyulladt egy szalmabál a pénteken este Gyergyószent Miklós határában, roma házak közelében, a Tölgymező utcában pedig egy roma család háza is melléképülete kapott lángra. A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tüzet, a rendőrség pedig nyomozni kezdett az ügyben. Közlésük szerint bosszúból elkövetett szándékos gyújtogatás történhetett. Úgy tűnik, az eset egy lopásból indult, amelyet két napja követtek el, és amelyről tájékoztattunk is a rendőrség honlapján. Az említett eset miatti felháborodásukban néhány állampolgár tüzet okozott egy Gyergyószent Miklósi épületben és egy melléképületben. Péntek estétől fokozottan figyelik a közrendet a csendőrök, gyakran megfordulnak a hatóságok járművei a romák által lakott város részeken. Gyergyószent Miklóson egy ideje feszült a hangulat a romáknak tulajdonított károkozások miatt, és ez már korábban is konfliktushoz vezetett. A hatóságokat nem lepték meg a történtek, ennek ellenére eddig nem sokat tettek a helyzet rendezésére. A város vezetése most nyugalomra int. Rögtön péntek este összehívtunk egy sürgősségi helyzeteket felügyelő bizottságot. Megpróbáltuk a lakosságot tájékoztatni a helyzetről, felhívni a figyelmüket, hogy az indulatokat próbálják meg visszafogni, bízzanak a hatóságok intézkedéseibe, és ma reggel pedig az egyik roma közösség tagjaival találkoztam személyesen, itt most pontosan a téglagyári roma közösségről van szó. A hatóságok és a városvezetés azt ígéri, kidolgoznak egy stratégiát azért, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő. Erről a helyi és az országos rendőrség, valamint a csendőrség képviselőivel a héten egyeztetnek. Romániában lehet a legolcsóbban tankolni az Európai Unió tagállamai közül. A romániai bérekhez viszonyítva azonban még így is drágán mérik az üzemanyagot a kutaknál, mondják a gépjárművezetők. Most vezeti először Románia azt a toplistát, amely azt szerint rangsorolja az unió tagországait, hogy hol a legolcsóbb az üzemanyag. Itthon mind a benzin, mind pedig a gázolaj esetében 1 euróra csökkentek az árak az elmúlt időszakban. Az Eurostat adatai szerint az üzemanyag ára Romániában átlagosan 1 euró 1 centre tehető. Hétvégén azonban a töltőállomások még ennél is olcsóbban kínálják az üzemanyagot. A romániai töltőállomásoknál a gázolaj, illetve a benzin ára 4,60-ban és 4,80-ban körül mozog. Az üzemanyag árának csökkenését több tényező is befolyásolta. Egyrészt a kőolaj világpiaci ára és az amerikai dollár árfolyama is csökkent, másrészt pedig a kormány eltörölte a 7 eurócentes jövedéki adót. De a töltőállomások üzemeltetői is engedtek az árakból. Ez persze összefügg azzal is, hogy a túlzottan magas üzemanyagárak miatt az Országos Versenytanács is vizsgálatot indított. A gépjárművezetők szerint azonban továbbra is drágán tankolunk. Olcsó a külföldieknek, de a mi keresetünkhöz viszonyítva lehetne olcsóbb is. A béreinkhez viszonyítva 3,50 bani, legtöbb 4 lei kellene legyen, főként, hogy többségünk minimálbéren él. Románia után Bulgáriában a legolcsóbb az üzemanyagot, átlagosan 1 euró 3 cent az üzemanyag literenkénti ára, Magyarországon 1 euró 10 cent a legolcsóbb üzemanyag. 9. alkalommal tartottak kísérlet szombatot, azaz interaktív tudományos játszóházat a hétvégén Kolozsváron. A bemutató előadásokkal gazdagodott eseményt az Empirix Egyesület és a BBTE fizika kara közösen szervezte. A kisebbek szülők kíséretében a nagyobb gyerekek csapatokban érkeztek szombaton a Bábes-Bolyai Tudományegyetem főépületébe, abba a tudományos játszóházba, ahol évről évre egy napon a fizika érdekességeit közelebbről is meg lehet tapasztalni. Az egyik nagy kedvenc a keményítővel sűrített víz, a folyadéka mind süllyedés nélkül át lehet menni. Szerintem nagyon izgalmas, és új dolgokat fedezhetsz fel, amit nem is gondoltad volna, hogy létezik vagy történik. A legkisebbek is találtak érdekességeket. Egyik ilyen az örvényképződés bemutatója, a füstcsaták helyszíne. Az, hogy mikor ütötték a dobot, sőt ki a füst. De élmény volt a kisebbeknek a lufival tartott bemutató, ahol kiderült, hogy tűágyon nem pukkan el a léggömb, de annál nagyobbat szól, ha hidrogénnel töltött lufit melegítünk. A nagyobbak a hőerejét láthatták működésbe lépni ebben a kis gőzhajtotta motorban, de volt zsonglőrködés a légáramlat segítségével, elektromosság kísérletek és 3D-s nyomtató is. Amit csak kívánsz és meg tudsz tervezni egy programban, azt ő elméletileg ki tudja nyomtatni. Az alapanyag, amit használ, az polimerizált, tejsavból előállított műanyag, az itt található, ez egy műanyag tekercsre van feltekerve,
Ezt juttatja be a gép magának ezen a csövön keresztül, ide. Itt található a nyomtatófej, és 210 Celsius fokon megolvasztja a műanyagot. Az érdeklődőket önkéntesek kalauzolták a fizikai kísérletek világába. Önkénteseket a fizika kar diákjaitól kapunk, úgy románok, mint magyar diákok segítenek a kísérletek összeállításában is, illetve bemutatásában is. A résztvevők több mint 40 kísérletet láthattak, illetve több esetben ki is próbálhatták ezeket a 9. kísérlet szombaton. Első alkalommal finanszíroz román nyelvű színházi előadásokat Csíkszereda önkormányzata. A Luciáforul elnevezésű programsorozatban szeptembertől 4 vendégelőadást lehet megtekinteni. Csíkszeredában korábban is voltak román nyelvű vendégelőadások a színházban, de sosem volt egy bérletes rendszerű programsorozat román nyelvű előadásokkal. Ez most változni fog. Parászka Miklós, a Csíki Játékszín igazgatója, azzal az ötlettel állt elő, hogy ideje lenne a város románságát is bevonni a színházi életbe. Ez egy nagyon természetes igény. Egy jelentős, mint egy 7000, ha jól tudom a statisztikai adatokat, 7000 román lakosa Csíkszeredának, amely egy olyan jelentős, kompakt közönség rész, hogy ők nem maradhatnak színházi kínálat nélkül. A csíkszeredai önkormányzat támogatta az ötletet, és erre a célra 40 000 lejt különítettek el. Máriusz Cepelus helyi képviselő azt mondja, egyelőre 200 bérletben gondolkodnak, de nem csak a megye központban élő románság a célközönség. Nem mondanám, hogy ez a projekt kizárólag a román közösséget célozza meg, az egész város lakosságának szól. Csíkszereda egyre inkább felvállalja identitását és multikulturalitását, például nagyon jó színházi előadásokkal, amelyek mindenki számára szólnak. A szeptembertől induló Luciáforul bérlet kezdetben 4 vendégelőadást foglal magába. A Csíki Játékszín a Sepsiszentgyörgyi, valamint marosvásárhelyi román társulatokkal működne együtt. Erdei sétákkal, madárlessel, illetve családos programokkal ünnepelték a Madarak Napját a hétvégén. A barkácsolni szeretők madárlakkal térhettek haza a Román Madártani Egyesület rendezvényéről. A Madarak Napját kisebb-nagyobb szünetekkel, több évtizedet tematikus rendezvényekkel ünneplik Kolozsváron. A központi park fáin előforduló madárfajok távcsövek segítségével kerültek közelebb a kis megfigyelőkhöz Kolozsváron. Madártani ismereteiket pedig játékos módon mélyíthették el a Madarak Napján. A biológusok szerint egy év leforgása alatt itt a sétatér fáin mintegy 35 madárfaj tanyázik hosszabb-rövidebb ideig. Próbáljuk ezekkel a tevékenységekkel felhívni a figyelmüket, és aki eljön és bekapcsolódik a játékba, az az elkövetkezőkben biztosan észre fogja venni a fűben megjelenő rigót, vagy az ágon szögdécselő cinegét, és jobban oda fogok figyelni a körülöttünk élő fajokra. Nagy sikernek örvendett a műódú készítés. A barkácsolásból a kisebbek is kivehették a részüket, az elkészült házikokat magukkal is vihették. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy fontos odafigyelni a házak méreteire. Meg kell legyen a megfelelő mélységük, hogy a madárnak legyen helye fészket rakni, a bejárat pedig nem szabad túl tágas legyen, hogy a szárnyasok biztonságban érezhessék magukat. Legtöbbször például itt a parkban is gyakran elfoglalják cinkék, széncinkék, kék cinke, de találtunk már benne csúszkát is. És néha elég szokatlan vendégek is előfordulnak benne, mint például a denevér vagy mogyorós pele. A program része volt a fészek ellenőrzés is. A megjelölt koordinátákon található odukat egy hosszú rút segítségével emelték le a szakértők. A gyerekek örömére a legtöbb lakott is volt. Mi volt az oduban? Tojás. A Madarak Napját a két világháború között hagyományosan április 1-én tartották, a Román Madártani Egyesület ezt a kiemelt napot 1993-ban hozta vissza ismét a köztudatba. A tanárok diákjaikkal közösen ettől a naptól helyezik ki a madaraknak szánt odukat az udvarokba és parkokba. Kosárlabda, vívás és hódeszka. Sporthírekkel folytatjuk. Az első negyedben nyújtott remek teljesítménynek köszönhetően a Maros Kosárlabda Klub győzelmet aratott a férfi kosárlabda országos bajnokság középszakaszának utolsó előtti fordulójában. A Galaci Phoenix elleni találkozó 91-75 arányú Marosvásárhelyi sikerrel zárult.
Hatékony csapatjátékkal a Marosvásárhelyi csapat már 15 pontos fölénnyel zárta az első negyedet. Bár a következőkben a galaciaknak sikerült a hátrányt részben ledolgozni, Száz Gáspár Barnabás játékosai megtalálták a módját, hogy ne adják ki a vezetést kezük közül. Florin Nini, a galaciak edzője azt mondja, játékosainak egészségügyi problémái hozzájárultak a Marosvásárhelyi csapat 16 pontos győzelméhez. Határozottan jöttünk ide, eltökéltek voltunk, hogy győzelmet szerezzünk. Tudtuk viszont, hogy nagyon nehéz lesz, mivel egészségügyi problémákkal küszködnek a játékosok. Pesicset most sem tudtuk használni, és valószínű az idény végéig nélkülözni fogjuk őt. A Vásárhelyiek másodedzője szerint a Tigrisek most megmutatták a szurkolóknak, hogy valójában mire képesek. Ez a mérkőzés teljesen más volt, mint az utolsó hazai meccsünk. A játékosok határozottak voltak, és mindnyájan kárpótolni akartuk a szurkolókat, amiért a Dinamo elleni meccsen olyan rossz benyomást keltettünk. A házigazdák legeredményesebb játékosa Ernest Calvé volt. A lett kosárlabdázó 25 ponttal és 10 lepattanóval zárta a találkozót. A legjobb hazai játékos Alin Borsá volt a maga 10 pontjával, 7 lepattanójával és egy döntő passzával. A kupamérkőzéssel együtt ez volt az 5. meccsünk a galaciakkal. Mindkét csapat a 7. helyért harcolt, és nagyon nagy szükségünk volt a győzelemre. Rendkívül boldogok vagyunk, hogy sikerült nyernünk. A férfi kosárlabda országos bajnokság középszakaszának utolsó fordulójában a Maros Kosárlabda Klub a bukaresti Dinamo otthonába látogat. Viszont a találkozó eredményétől függetlenül a Tigrisek a 7. helyről vágnak neki a rájátszásnak. 6. helyen végzett hétvégén a bulgáriai Plovdivban zajló serdülő vívó világbajnokság, kardvívó egyéni számában a Marosvásárhelyi Slér Zsuzsa. Szabó Zoltán tanítványát a világbajnok Ajzanat Murtaza Éva ejtette ki, 3 tussal győzve le az iskolás sportklub vívóját. Az orosz vívó mögött másodikként a magyarországi Gnam Tamara végzett, 3. helyen pedig azonos pontszámmal a cseh Anna Kufálová és a magyarországi Petri Renáta. Slír Zsuzsa mellett még 2 román lány indult egyéniben a serdülő korosztályban. A világbajnokság ma a párbajtőr próbával folytatódik. 7. alkalommal szerveztek snowboard és friszki versenyt a Madarasi Hargitán. Románia legnépszerűbb extrém versenyén az ország legjobbjai álltak rajthoz. Ilyen és ehhez hasonló ugrásokkal, trükkökkel kápráztatták el a Betalon Snow nézőit a Madarasi Hargitán, ahol még mindig jó körülmények voltak a sízéshez. A legfiatalabb résztvevő 9 éves volt, míg a legidősebb 59. Az ország legnépszerűbb snowboard versenyére sokan voltak kíváncsiak, és mint kiderült, a hangulat is remek volt. Az idei kiadás, mármint az idei Betalon Snow nagyon jó volt, főleg tavalyihoz képest tavaly ritka módon megfáztunk, fújt a szél. Idén hál' Istennek ragyogó napsütés volt, egy nagyon enyhe felhő takarással. A versenyzők első osztályban teljesítettek, és hát minden néző nagyon élvezte a versenyt. A friszki kategóriában a csíkszeredai Papkoppán kimagaslóan teljesített és megnyerte a versenyt. A snowboardosoknál valamivel szorosabb volt a párharc, ráadásul testvérpárharc alakult ki, Iszlai Gergő és Iszlai Mátyás közt, de végül a tapasztaltabb nyert. Nagyon jó volt tulajdonképpen ez a kedvenc versenyem, az év utolsó versenye is. A pályát nagyon jól megcsinálta a Ridemore csapat, tökéletes ugrók, tökéletes kondíció, jó idő, nagyon tetszett, meg vagyok elégedve. Hozzátette, összességében egy jó szezon zár, és egyre többet tud havon lenni, jó körülmények között készülni. Ezért reméli, hogy jövőre a nemzetközi mezőnyben is helyt tud állni. Ez volt a Híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok!